annak idején, ahogy kezdtem a pályámat a tanácsnál, a Tolna megyei tanácsnál, mindjárt a vállalkozókkal, akkor úgynevezett maszekokkal kellett foglalkoznom, és több évet töltöttem a túlsó oldalon, mert gyakorlatilag akkor a másodfokú adóztatás és egyáltalában ennek a vállalkozói körnek a felügyelete a másodfokon a megyei tanács adócsoportjához tartozott. A vállalkozók kérésére kerültem át a Tolna megyei kisoszhoz 1981-ben, természetesen megfelelő döntések után, és ott vettem át az irányítást, és hosszú éveken keresztül ezt gyakoroltam. Hát úgy néz ki, hogy talán megfelelően, mert a 200 fős vállalkozói körből, ami kereskedő vendéglátót kell érteni 1981-ben, hát ma már több ezres kereskedői és vendéglátói kör alakult ki, és hát 2000-ben a Tolna megyei vállalkozók és tisztségviselők úgy döntöttek választás során, hogy megválasztanak a kamara elnökévé, és ma már 3 éve a kamarában ezt a tisztséget töltöm el. Ennek voltak előzményei, mert előtte a kamara alelnöke voltam, és hát részt vettem továbbá a kézműves kamarában is a munkában. Az unió az egy nagy váltást jelent a vállalkozók életében. Ezt össze lehet hasonlítani a rendszerváltáshoz. Gyakorlatilag akkor felperdült a vállalkozói létszám, a korábbi viszonylag alacsony létszámról hirtelen megugrott. A mostani nem létszám növekedés fog jelenteni, hanem minőségi változást. Mindenkinek fel kell készülni ebben a vállalkozói körben, hogy megfeleljen az EU-s követelményeknek. Ebben vannak egészségügyi és vállalkozói tőke, egyéb követelmények, ezeknek tudni kell megfelelni, és hát én úgy érzem, hogy ebben megint komoly szerepe lesz a kamarának, illetve hát remélem, hogy valamennyi munkatársamnak. Ez elsősorban egy csapatmunka eredménye, és hát nagyon szeretném megköszönni munkatársaimnak, illetve vezetőtisztségviselőknek, akik ebben a munkában segítettek, és nélkülük úgy érzem, hogy ez a díj ma nem lett volna.